Jaj, de hiszen ez Bogyó. Megismerem a hangját. Tehát bajba jutott? Jaj, csak nem. Baltazár, kérlek szépen segíts neki. Te vagy a leggyorsabb és a legerősebb közülünk. Bogyó a csiga fiú és Babóca a Katica lány történetei 2004 óta ejtik rabul a gyermekeket és szülőket egyaránt Magyarországon. Bartus Erika népszerű figuráit ma már nem csak könyvekből, de animációs sorozatból, sőt mozifilmből is ismerheti a közönség. Nem csak hazánkban, de különböző nemzetközi fesztiválokon is sikereket tudhat maga mögött. A Móricz Zsigmond Színház vezetése a 2023-24-es évadban a történet színpadi adaptációjával is szeretné megismertetni a közönséget. 4 éves keresztlányom és 16 hónapos kisfiam miatt is egyre gyakrabban találkoztam az utóbbi pár évben a történetekkel, és mikor megtudtam, hogy ebből készült előadás, akkor teljesen biztos voltam benne, hogy ez nagyon sok szülőt, illetve nagyon sok gyereket érdekelni fog. Azt hiszem, hogy nem is nyúltam mellé, mert a visszajelzések alapján ez abszolút így van, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a próba folyamat kezdetét, illetve a bemutatót, a szülők pedig, illetve a gyerekek pedig szerintem nagyon kíváncsiak, hogy amit éveken keresztül elolvastak nekik, azt milyen lesz a színpadon látni. A Bartos Erika azonos című meséje alapján írt színdarab szerzője és rendezője Blaskó Borbála, balettművész, koreográfus, aki néhány évvel korábban a Kaposvári és Tatabányai Színházban is sikerrel rendezte meg az előadást. Én minden rendezésemet úgy veszem, hogy egy kísérlet, tehát hogy én magam is egy játszótéren vagyok, ahol vannak különböző díszletelemek, szereplők, és mi közösen alakítjuk ki a saját magunk játszó, saját játszóterét. Úgyhogy ezeket az eszközöket használva mindig kísérletezek, de hát én egy kedves darabot szerettem volna, ami színes, amiben a zene is közelebb kerül a gyerekekhez, és hogy különböző hangszereket megismernek, mert a színpadon keresztül látják a használhatóságukat és az alkalmazásukat, és ezáltal lehet, hogy kíváncsivá teszem őket a zene, illetve a mozgás, vagy pedig a prózai színház irányába. Úgyhogy nekem ezzel ez volt a célom, hogy egy picit... hát így bevonjam őket ebbe a világba. A rendező hozzátette, 0-3 éves korig, illetve a fölött is élvezhető a történet, amelyet Szvatek Péter díszletei, Kárpát Jenikő jelmezei és élőzene egészít majd ki. Babóca szerepében Kis Eszter Júliát, Bogyó szerepében pedig Kovács Balást láthatja a közönség. Baltazárt, a Méhecskét, Hajdú Sobor Csaba, Pihét a Pillangót, Potonyec Fanni, Ugrit a Szöcske lányt, Szabó Nikolett alakítja. Az előadás előkészületei szokatlanul hamar, július utolsó napján a Bárány Frigyes stúdióban kezdődtek el, hogy a darab a tervek szerint már szeptemberben mielőbb bemutatható legyen.